Ócsai Anna Mária 2009-ben végzett énekművészként Pécsett, rendszeresen fellép és tanít is. A dalkurzusra Komlósi Ildikó miatt jelentkezett. A Kossuth-díjas operaénekes szerinte olyan művész, akitől lehet és kell is tanulni. A Sámson és Delila című operából Delila áriáját gyakorolja, ezzel lép majd közönség elé a pénteki zárókoncerten. Delila alakja számomra egy olyan nő, akiben ott van a nagybetűs nő, de ott van a negatív oldala is, ami szerintem azért minden emberben és minden nőben ott van, és ezekkel kell játszani a pozitívat és a negatívat egy árián belül megmutatni. 3 éve nem volt operamester kurzus a Bartók Fesztiválon. Komlósi Ildikó 8 növendékkel dolgozik, kezdők, haladók és érett művészek is vannak közöttük. A fiatalok már 3 nap alatt rengeteget fejlődtek. Ez alatt a 7 alatt föl tudunk építeni egy egész szerepet, meg tudjuk dolgozni a szerepet. Úgy gondoltam, hogy nem annyira fogok technikával foglalkozni, de sajnos a kifejezéshez ugyanúgy kell a technika, mint a technikához a kifejezés. Tehát muszáj, hogy mélyen belevenjünk a dolgokba. A karmester kurzusnak 12 résztvevője van a világ minden tájáról, ők Hamar Zsolt vezetésével fejleszthetik technikai tudásukat. A foglalkozásokon beszélgetnek a zenei problémák megoldási lehetőségeiről, zenekari pszichológiáról és karmesteri erkölcsről is. Én tudok nekik olyan szempontokat adni, amiket itt kipróbálhatnak, és mint ilyen megfontolhatnak, és adott esetben később beépíthetik az ő karmesteri repertoárjukba, eszközrendszerükbe. Itt elsősorban technikáról, vezénylés technikáról van szó. A növendékek számára nagy kincs, hogy egy egész szimfonikus zenekarral, képzett muzsikusokkal gyakorolhatnak. A szombati zárókoncerten az egy kiállítás képei, Stravinsky Tűzmadara és Bartók Brácsa versenye csendül fel. Különlegesség lesz, hogy a 12 karmester növendék a zenemű közben váltja majd egymást a pulpituson.